Közös listán indul mind a hat baloldali párt a választásokon. Végleg egyértelművé vált, hogy 2022-ben három komolyan vehető alternatíva közül kell választaniuk a választópolgároknak. Az egyik az urambátyám rendszert kiépített Fidesz, a másik a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb, a harmadik valódi harmadik utat jelentő erő pedig a Mi Hazánk mozgalom lesz. Jakab Péter, a Jobbik elnöke még idén márciusban is azt mondta, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy közös listán szerepeljen Gyurcsány Ferenccel, de sok más kijelentésével egyetemben ez is hazugságnak bizonyult. Egy évig sem tudta tartani ezt a hazugságát Jakab Péter, feladta tehát az elmúlt 30 évvel való szembenállását a Jobbik, az LMP és a Momentum is. Ahogyan Fekete Győr András mondta, összefogtak, megbékéltek Gyurcsány Ferenccel, aki hazudott reggel, éjjel, meg este. Azt az embert akarják visszajuttatni a hatalomba, most már az LMP, a Jobbik és a Momentum politikusai is, akit korábban kitiltottak volna a közéletből. Azzal a Gyurcsány Ferenccel fogott össze az LMP, akinek a kormányzása idején megalakultak Lehet más a politika néven. Ezzel nem csak ellenzékiségüket, hanem rendszerkritikusságukat is kifejezték akkor. Most már semmi problémájuk nincsen az összödi hazugságbeszédet elmondott politikussal. Az a Jobbik fogott össze Gyurcsány Ferenccel, aki az ő kormányzása idején 2006-ban az utcán harcolt a hazugság ellen, többször hazaárulónak nevezve a korábbi miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet, most már nem hazaárulónak, hanem harcostársnak tekintik. De nyugodjanak meg a választópolgárok, a Mi Hazánk mozgalom listája hozzáadott kommunistát nem fog tartalmazni. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely sem a Fidesszel, sem az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel nem fog össze, nem köt szövetséget. 2022-ben mind a 106 választókerületben önálló képviselőjelölteket állítunk, önálló listát fogunk indítani, és önálló kormányfőjelöltünk is lesz. Mi vagyunk az egyetlenek most már, akik az elmúlt 30 évvel szemben határozzuk meg magunkat, és nemet mondunk mind a Fidesz urambátyám rendszerére, mind az elvtelenül egyesült balliberális tömbre. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölni a mentelmi jogot, amely írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot, az egyetlen párt, amely az oktatásban az integráció mindenáron való erőltetése mellett a szegregációt is jó megoldásnak tartja, az egyetlen párt, amely sorkatonai alapkiképzést vezetne be, amely 2030-ban népszavazást tartana az EU-tagságunkról, amely kitiltaná a homoszexuális propagandát az iskolákból, amely vagyonadót vetne ki a milliárdosokra, és a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az általa vezetett településeken földosztásba is kezdett. Mi vagyunk az egyetlenek, akik megszüntetnénk a cigányügyi programokat, és amely párt hatályon kívül helyezni a trianoni diktátumot is. Számos olyan programpont van tehát, amelyet kizárólagosan mi képviselünk a magyar közéletben, és ez az az út, amelyen tovább kívánunk haladni, a magyarság sorskérdéseivel őszintén foglalkozunk.